Hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem is őrizni, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Sebő Ferenc Kossuth Díjas magyar zenész, énekes, dalszerző és népzenekutató szavaival nyitotta meg a 2016. április 23-án első alkalommal megrendezett Hévíz Györki Ízek udvara eseményt Bazan Tibor, a község polgármestere. Én úgy gondolom, hogy itt Hévíz Györkön a hagyományainkat megéljük. Megéljük hagyományainkat, hiszen nagyon-nagyon sok népművészeti csoportunk van, akik hétről hétre, napról napra eljárnak próbálni, ezáltal megélik hagyományainkat. Hála legyen a Jóistennek, népviseletünkben is megéljük hagyományainkat, igaz, hogy nem olyan sokan, de szerintem itt a Galga mentén Hévíz Györk az a település, ahol még legtöbben népviseletben járnak. A Hévíz Györki Értéktár Bizottság, ami szerintem itt Galga mentén elsőként alakult meg, az egyik értéktár bizottság ülésen felmerült itt a bizottsági tagok körébe, hogy jó lenne, hogyha nem csak a népviseletet, a népdalaink, hagyományaink lennének esetleg megörökítve a jövő számára. Így úgy gondoltuk, hogy az ételeink is, ami egy elég széles skálán, mint itt ezen a mai napon, ezen a rendezvényen lehet is látni mozog, hogy ezt is jó lenne, ha megörökítenénk a jövőnk, gyermekeink, unokáink számára, és akkor született meg az ötlet, hogy akkor legyen egy ilyen Hévíz Györki Ízek udvara, itt a felújított tájház udvarán, és akkor itt megkértünk Hévíz Györki csoportokat, egyházakat, hogy szeretnénk, hogy eljönnének főzni, ezt nagy szeretettel fogadták, eljöttek, 13 csoport főzött, 17 féle ételt, úgy gondolom, hogy első nekifutásnak ez nem rossz. Hévíz Györkön a település közösségi élete szervesen összekapcsolódik a vallással. Az Ízek udvara rendezvény megnyitóján Lindákné János Zsuzsanna, helyi evangélikus lelkész, és Karácsondi Mihály, helyi katolikus plébános vezetésével a résztvevők együtt imádkoztak azért, hogy a falu közössége a jövőben is összetartó legyen. A megnyitót követően valamennyi jelenlévőt egy-egy külön az esemény alkalmából készített apró kerámia plakettel ajándékozták meg. A kis emblémát azt igazából leképeztem a magának az értéktár bizottságnak a logójából, ami már ugye meg volt tervezve, és abból csemegésztem, az a kis korona motívum, ami rajta van a logón, az igazából itt Hévíz Györkön minden, szinte minden hímzésen szerepel. Tehát a zsebkendők csücskében, amikor a monogram megjelenik, akkor az a korona ott feltűnik. És ezt megfigyeltük, hogy ugyanez a korona motívum sok tájegységen ott van, de nálunk szinte mindenen, tehát sokkal nagyobb számban fordul elő, úgyhogy igazából az adta meg a kis plakettnek az alapját, és akkor aztán ez a Hévíz Györki Ízek udvara maga a cím, a rendezvénynek a címe rákerült, és gyakorlatilag így össze is állt maga a plakett. Hévíz Györkön igazság szerint fazekas hagyomány nincsen. Én ezt érettségi után tanultam ki egy iskolában, és ugyanaz itteni, ugye akkor ezt a hagyományt én nem tudom továbbvinni, de remélem, hogy meg fogom teremteni, és próbálom ötvözni azokat a népi motivumokat, amit mondjuk hímzésen találok meg, vagy a népviseletem, mert az ugye itt nálunk nagyon gazdag, és próbálok ilyen egyszerű dolgokat, ami a hétköznapi mai világba is beilleszthető egy háztartásba, úgyhogy arra törekszem, hogy nem túl színes, nem túl mintás dolgokat, hanem egyszerű natur kerámiákat készítek. Hoppá! Hop hop hop.
ennek a rendezvénynek az előkészítésébe a Hévízgyörki Értéktárbizottság, a Hévízgyörki Művelődési Ház és a polgármester hivatal dolgozói vették ki részüket ebből. Az ételeknek az elkészítését a jelentkező főző csoportok végezték, az alapanyagot túlnyomó részt önkormányzatunk biztosította, de az önkormányzat mellett voltak magánemberek és vállalkozók is, akik segítettek akár alapanyagban, akár az ételek elkészítésében. Ezt is innen, erről a helyről is szeretném megköszönni nekik. Az időjárás nagyon kedvezett a rendezvénynek. A főzőcsapatok, a három helyi felekezet, az evangélikus, a katolikus és a református egyház, a Bringás Bagázs, a Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes, az Asszonykórus, a Hagyományőrző Egyesület Népdalköre, a Nyugdíjas Klub, az Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület, a helyi általános iskola és az óvoda, a polgárőrség, valamint Zmák Pálné saját kedvükre és a vendégek örömére készíthették ételeiket a tájház udvarán. Mennyire ragaszkodtak esetleg a tradicionális hévízgyörki ételekhez? Végül is az volt csak a feltétel, hogy régi ízeket hozzunk elő, hogy újból a fiatalok is megismerjék azt, hogy régen mit fogyasztottak a hévízgyörki emberek, és mindenki azt választotta, amit akart. Tehát nem volt kikötés, hogy csoportra kiosztottuk volna, hogy ennek a csoportnak ezt kell főzni, vagy azt. Tehát mindenki a saját régi, megszokott ízeit próbálta meg feleveleníteni. Körülbelül 18 féle étel lett elkészítve, tehát a legrégebbi a laksa, ezzel végül is mi is most találkoztunk először ezzel a szóval, mert igazán nem volt számunkra sem, mint fiatalabbaknak ez ismerős. Akkor mákos kukorica, ami szintén már nagyon, tehát a fiatalok körében már egy elfeledett étel volt. Ludaskását készítettünk, parasztosat, ami azt jelentette, hogy krumplit sütöttek, szalonnát, akkor vaddisznó pörkölt volt babgulyás, kukoricagombóc, túrós kapros lepény, diós mákos kalács, gürdös, nem tudom azt, ugye mennyire ismerik, az egy tojáshabbal töltött sütemény. Mennyire régi étel a laksa? Hát az a helyzet, hogy én 1965-ben kerültem anyósomékhoz, és hát én ott tanultam meg anyósomnál ezt a laksát, és hát akkor mi sűrűn csináltuk, de szerintem ők még jóval előbb is ezt csinálták, mert ez ilyen szegényes étel, de ezt jobban inkább úgy disznóvágás után szokták csinálni, mikor már a zsírt kisütik, és a töpörtyűnek a alja megmarad olyan ruskós, és akkor abból szoktak rátenni. Hát ugye azelőtt annyira nem volt hús, hogy húsból csináltak valamit, és ezt mondjuk én nagyon szeretem. Szoktam csinálni, de fiam annyira nem óhajtja, és akkor én úgy szoktam megcsinálni, hogy megcsinálom, megszárítom, és akkor beleteszem egy ilyen ruhazacskóba, és akkor mikor én megóhajtom, akkor főzök ki belőle. Mi kell az elkészítéséhez? Hát ez nagyon egyszerű. Hát liszt, víz, meg só. És akkor ez meg van gyúrva, ez el van nyújtva, és akkor olyan csíkokba el van vágva, és úgy hát masinán, úgy mondtuk, hogy masinán van megsütve, és akkor összetörve, és ez sós vízbe kifőzve, arra rá szalonnát süttünk ki, arra rá töpörtyűt apró, azt a ruskó töpörtyűt, meg hát akkor ugye volt kolbász, füstölt kolbász, és akkor abból is ilyen apró darabokat rá. Úgyhogy egyszerű, olcsó, de jó laktató. Parasztost készítettünk. Régen mit ettek, amikor mentek ki a mezőre? Az emberek mit ettek? Szalonnát, hagymát, friss kenyeret, tepertőt és lilahagymával, finom, sült, tepsibe sült krumplival. Mi ezt készítettünk? Jó ötlete az, hogy a hagyományok mellett a népviselet a kultúrába beágyazódik az ételek hagyományát étele is. Átveszik-e a fiatalok ezeknek a régi ételeknek a készítését? Igény van erre? Átveszik, és nagyon nagy igény van rá, mert sok gyerek nem is tudja. Azt hiszik, hogy a krumpli, a sült krumpliból áll, nem másból. Minden olyan étel, amit el lehet gyerekekkel készíteni, azt mi el is készítjük. Együtt szoktunk például a gyerekekkel sütni almás lepényt, kukoricát együtt szoktuk morzsolni. Az ételek viszont kevés az, amit mi meg tudunk csinálni az oviba, de nagyon szeretnénk.
Az elkészített ételeket a tájház udvarára látogatók szabadon megkóstolhatták. A rendezvény nagy népszerűségre tartott számot, a helybéli vendégek mellett a környező településekről is sok érdeklődő érkezett Hévízgyörgyre. Én úgy látom, hogy sikeres volt ez az első rendezvényünk, mert az ételeink fogytán vannak, de természetesen, aki ételt készít, annak az a legnagyobb öröm, ha elfogy az étel. És úgy néz ki, hogy ez most, ez fog történni. Nagyon szeretnénk ezzel hagyományt teremteni, és én már igazából meg is álmodtam, hogy jövőre ez már csak duplájára szélesedhet, ott a szemben lévő művelődési ház előtti teret, ami ott a reform evangélikus templomig tart. Hát az jó lenne, ha belaknánk a kóstolgatással, meg a bográcsokkal, a zenekarral, meg hát az érdeklődőkkel természetesen. Az önkormányzat, az Értéktárbizottság és a Művelődési Ház közös szervezésében a jövőben más hasonló programokkal is várja majd a látogatókat a tájházba. Az év során megrendezésre fog kerülni a második Hévízgyörg Értékek Napja, amely egy lemez bemutató koncert is lesz, amely lemez a hévízgyörgi népdalokat fogja tartalmazni. És természetesen a Hévízgyörg Értékek Napján valamennyi hévízgyörgi hagyományőrző csoport szerepelni fog. Következő tervünk, ami itt a tájház udvarának a bővítésére irányul, itt a tájház mögött és a kemence mögötti részre szeretnénk egy keresztfészert fából építeni, hogy az ilyen eseményeinkre az rendelkezésre állhasson. Négy hévízgyörgi hagyományőrző csoport, aki minden héten összejön próbákra, szereplésekre. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában azt bizonyítja, hogy a hévízgyörgi emberek szeretnek ilyen kulturális, hagyományőrző rendezvényeken részt venni. Mi meg természetesen úgy, mint önkormányzat, úgy, mint helyi értéktárbizottság támogatjuk, és javaslatokkal állunk elő, és javaslataink idáig csak pozitív fogadtatásban részesülnek. Ezt én szeretném megköszönni a hévízgyörgi embereknek. Az első alkalommal megrendezett Hévízgyörgyi Ízek udvarán a jó hangulatról muzsikájukkal Terék József és barátai gondoskodtak.